2,7 milliárd forint pályázati támogatást különített el a miniszterelnökség az erdők gazdasági értékét növelő tevékenységre. Az erdőgazdálkodók visszanemtérítendő támogatást kérhetnek a 2 hektár feletti erdők kézi vagy gépi tisztítására, nyesésére, úgynevezett befejezett ápolásra. Az erdőn végighaladva is látszik, hogy hol ritkítottak, nyestek annak érdekében, hogy jobb minőségű alapanyag magasabb áron kerülhessen be a faiparba. 1992 után telepítették a magánerdők 35%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Sok fiatal erdő van, amelyre igényelhető a támogatás. Átlagosan 30 000 forint hektáronként a támogatási összeg, a minimum 2 hektártól nagyobb területekre vonatkozik. A magánerdő gazdálkodók már várták ezt a támogatási formát, ezelőtt erre a célra nem kaptak sem állami, sem uniós forrást. A műszakilag befejezett erdőségek ápolására, nemes nyarasok nyesésére és tisztítási munkák elvégzésére ad lehetőséget a visszanemtérítendő hozzájárulás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként 128 000 hektár erdőterület van, melynek 2/3 több mint 90 000 hektár magántulajdonú. A délnyírségben az akácfajok, a szatmár-beregi területen a tölgyesek jellemzőek. A vidékfejlesztési programban 2020-ig az erdészeti ágazatba 100 milliárd forint kerülhet. A Magánerdőkért Egyesület elnöke Kis János a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ez a támogatási forma, új támogatási forma önök számára is, mert hogy hasonlót korábban nem kaptak, miért és miért lesz jó, hogy most ezután ezt a tevékenységet finanszírozzák? Igaz, hogy az elmúlt években nem volt ilyen támogatás, de azért el kell mondani, hogy az uniós csatlakozás előtt nemzeti forrásból, amikor még nemzeti forrásból támogattuk teljes egészében az erdőgazdálkodást, akkor volt ez a támogatási forma, uniós csatlakozással szűnt meg, és az uniós csatlakozás során nem találták még meg azt az uniós lehetőséget, ami alapján ezt a támogatást lehetett volna folyósítani. A 2007-13-as támogatási ciklusban már volt egy kezdeményezés ezzel kapcsolatosan, de itt elég nehézkes, elég bürokratikusra sikerült ez a támogatás, ennek a műveletnek a támogatása, és most szerencsére 2014 és 20 között most már újra a régi metódus szerint egységáras területalapú támogatásként lehet majd igénybe venni. A mostani rendszerben is nagyon sok jogcím van, amit majd figyelniük kell az erdő gazdálkodóknak, de mi az előnye ennek a tevékenységnek, miért fontos ez az önök számára? Annyit kell tudni az erdőről, hogyha egy erdőt valaki levág, vagy valami katasztrófa éri, akkor utána újra létre kell hozni. Ennek fázisai vannak. Az erdészeti hatóság meghatározza, hogy melyik évben veszi át műszakilag az erdőt. Ez azt jelenti, hogy addig intenzív ápolást igényel az erdő. Ennek az erdőtelepítés esetén a támogatása adott, ha pedig egy már levágott erdő felújítására kerül sor, akkor az erdőgazdálkodó a bevételeiből ezt finanszírozza. És a műszaki befejezés után jön néhány év, amikor még mindig kellene ápolást végezni a minőségi faanyag termesztés érdekében, de ezt senki nem támogatja. Ez általában kiadást jelent, és rövid távon bevételt nem eredményez a gazdálkodónak, tehát csak az végzi el, akinek van tőkéje, és nagyon hosszú távra gondolkodik. És a sok elaprózott gazdálkodó, vagy gazdálkodási forma, ami most van ugye Magyarországon, néhány hektáros erdőgazdálkodókról beszélünk, nem fogja elvenni a családi kasszából azt a pénzt, amit erre a tevékenységre kell fordítani. És ezért nagyon fontos, hogy most ez a támogatás újfent megjelent, mert a műszaki befejezés utáni néhány évben a még szükséges nevelési munkákat el lehet végezni az erdőn, támogatott formában. Mennyivel lesz jobb a minősége annak a fának, annak a faanyagnak, ami bekerül a faiparba így? Mondok egy példát. A támogatások között van a nemes nyarasok nyesése. Ez azt jelenti, hogy a pályázati felhívás szerint 5 méter, legalább 5 méter magasságig minden ágat, ágörvet le kell venni. Most, ha ez fennmarad, a fa nő, az alsó ágak száradnak, beszáradt ágörvek lesznek, amit körbenő a fa, ennek a fanyának a műszaki állapota nyilván nem lehet olyan jó, mint amikor időben eltávolítottuk ezeket az ágakat, és teljesen ágmentes, beszáradt ágmentes faanyagot eredményez. Ez a faanyag értékében 30-40-50%-os eltérést is jelenthet a véghasználatkor, amikor értékesítésre kerül a sor. Tehát igen, jelentős tevékenységről van szó.
Említettem, hogy az új pályázati rendszeren több jogcímen pályázhatnak az erdőgazdálkodások is, és az erdőgazdaságok is. 100 milliárd forint, amit az erdészeti ágazatba tesznek be 2020-ig. Miben más a jelenlegi pályázati rendszer? Mit látnak önök, az önök ágazata? Elégedettek-e a pályázati felhívásokkal, illetve hogyan látják megfelelőképpen, támogatott-e ez az ágazat? Maga a szám azt mutatja, hogy a kormányzat figyel az ágazatra. Ez a 100 milliárd forint, úgy gondolom, ha ez jól van elosztva, és hozzá tudnak jutni a gazdálkodók, akkor Isten igazából nem lehet ok panaszra. Ugye itt a ördög mindig a részletekben van, hogy hozzá tudnak-e jutni, és milyen feltételekkel. Mi itt az alföldi erdőgazdálkodás tekintetében nyilván főleg az alföldnek az érdekeit nézzük. Most ebből a szempontból azért vannak kételjeink és vannak fenntartásaink. A már megjelent pályázati felhívások esetében például rangsorolási metódus van meghatározva, pontozási szempontok vannak, és bizony az alföldi erdőgazdálkodók hátrányt fognak szenvedni. Most addig nincsen gond, amíg jelentős mennyiségű pénz áll rendelkezésre, mert akkor hiába pontoznak, gyakorlatilag mindenki hozzá tud jutni a támogatásokhoz. Akkor van gond, amikor már nincs megfelelő mennyiségű pénz, mert akkor az alföldi erdőgazdálkodók nagy része ki fog esni a támogatásból. De miért vannak azért, hátrányban? Hogy azért vannak hátrányban, mert a támogatási szempont elsősorban az erdőknek a természetességét nézi. A rendeltetését, védelmi, közjóléti rendeltetésű, vagy gazdasági rendeltetésű, nem mindegy. És ugye itt nálunk az Alföldön nagyon sok akácos van, nemesnyaras van, ami tisztán gazdasági rendeltetésű, a vidéken élő embereknek a boldogulását szolgálja. És ezek a rangsorban hátul vannak. És van még egy nagyon fontos dolog, amit még mi még nem látunk, egy pályázati felhívásnál sem. A magyar állam a pályázati kiírás szerint meg fog határozni egy minimális pontszámot, ami alatt nem lehet elnyerni a támogatást. Ezt se tudjuk, hogy mennyi, és itt is vannak kételjeink, hogy az alföldi erdőgazdálkodásban lévő területek nem érik el ezt a minimális pontszámot, és hiába van akkor támogatás, ha nem tudunk hozzájutni. Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, de most már elfogy az időnk, úgyhogy maradjunk még az önök egyesületénél, amely az egyfajta szervezet, szerveződés, ami összefogja az összes, lehet ezt mondani, nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, hanem itt a térségben, de az Észak-Alföldi régióban a magánerdőgazdálkodókat. Miben nyújt segítséget az önök szervezete a gazdálkodóknak, és hogyan fog ebben a pályázati rendszerben is segítségükre lenni? Azt nyugodt szívvel elmondhatom, hogy unikum a mi egyesületünk Magyarországon. Nincs tudomásunk szerint más olyan egyesület, non-profit szervezet, ami a magánerdő gazdálkodóknak a napi gondjaival foglalkozik. Érdekképviselet van is, az nagyon jó is, hogy van, de a napi gondokkal nem foglalkozik más egyesület, ezzel foglalkozunk mi. A egyik legfőbb tevékenységünk az, hogy az elaprózott erdőgazdálkodókat, erdőgazdálkodást valahogy összefogjuk. Csak ugye szemléltessem, hogy miről van szó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 90 ezer hektár magánerdő van, 5 ezer működő magánerdő gazdálkodóval. Tehát érzékelt, hogy mennyire szétaprózott a gazdálkodás, viszont hogy mekkora erő van benne, az pedig az mutatja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében durván 30 ezer hektár állami erdő van, ami néhány nagy állami erdőgazdálkodó kezében van, főleg a nyírerdő kezében, és ennek háromszorosa a magánerdő. Tehát hatalmas erő lenne benne, hogyha nem lenne szétaprózva. Mi megpróbáljuk összefogni a gazdálkodókat, megpróbáljuk össze közelebb hozni a faanyag felvásárlókkal, a csemetekertekkel, akik ugye a csemetét biztosítják, a szolgáltatókkal, akik az erdei munkákat szolgáltatják, és így a munkákat észszerűsítve, a logisztikát fejlesztve esetleg olcsóbban, hatékonyabban fognak tudni az erdőgazdálkodók eljutni a feldolgozókig, vagy éppen a szolgáltatás nyújtókig. Most a támogatás szempontjából is megpróbáljuk a gazdálkodóinkat tájékoztatni. Az egyesületünk Nyíregyházának Kótai utca 35 szám alatt található. Az egyesületünk épületében van az erdészeti hatóság is, amely ugye a kormányhivatalhoz tartozik. És ha valaki bejön hozzánk, akkor vagy az egyesület részéről tud tájékoztatást kapni és segítséget kapni, vagy az erdészeti hatóság részéről. Tehát olyan nincs, hogyha bejön hozzánk valaki, akkor ne oldaná meg a problémáját, ne indulna be az ügyintézés, vagy ne tudná a gazdálkodó, hogy akkor
nem erdészeti ügye van, hanem mondjuk földhivatal is hova kell menni, mit kell csinálni. Egy nagyon fontos dolog. Támogatás szempontjából még annyit, hogy nyilván mi minden egyes pályázati felhívást, ami megjelenik, a pályázat kiírójával, illetve majd azokat ellenőrzőkkel egyeztetjük, hogy hiteles tájékoztatást tudjunk adni a gazdálkodóknak. Kis János, köszönjük szépen!